A hétvégén is többen érkeztek a kikindai utcai kórházi oltópontra, hogy felvegyék első, második vagy harmadik oltásukat. Reiber István, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház oltáskoordinátora elmondta, az oltási akciót kihasználják az emberek. Az első héten ugyan nagyobb volt a forgalom, de a második héten is több ezren jelentkeztek felvenni az oltást. Fejér megyében eddig több mint 40 ezren éltek az oltás lehetőségével az akció során. Több mint 80% a harmadik oltás, 13% az első oltásra jelentkezők száma. A hétvégén 4 oltóhelyen oltottak. Az oltási akció jövő héten is folytatódik. December 12-ig a kikindai utcai kórházi oltóponton a tervek szerint 4 oltóhelyen fogadják az oltásra érkezőket reggel 7 és este 7 óra között. Az első és második oltás esetében szükség van a beleegyező nyilatkozatra, amelyet kitöltve kérik, vigyék magukkal az oltakozók. Az egész megyére tekintve tegnap estig azt lehet mondani, hogy 41 ezer oltakozó kapta meg a vakcinát, és ez a városunkra az elmúlt héten 14 ezer főt jelentett, és ezen a héten is egy 4 ezer fő feletti szám, tehát összesen már közel járunk. Én azt gondolom, a ma reggelt is, hogyha hozzáadjuk, akkor a 20 ezerhez, akik Székesfehérváron ezen akció alatt oltakoztak. Fellobbant az adventi koszorún a második gyertya. Vízivárosban Horváth Miklósné és Molnár Tamás önkormányzati képviselők gyújtották meg a városrész ünnepi fényeit. A hagyományos karácsonyváró programon az Árpád úti óvodások műsorával kezdődött a rendezvény, de színpadra léptek a Napsugár óvoda kicsinyei és a Németh László iskola diákjai is. A családokat emellett a Pitypang zenekar koncertje szórakoztatta. Víziváros önkormányzati képviselője ünnepi köszöntőjében a szeretet erejéről beszélt. Ilyenkor, decemberben, amikor készülünk karácsonyra, akkor azért mindenki hangsúlyosabban éli meg azt, hogy mennyire fontos az életében a szeretet. Én hiszek benne, hogy minden ember jó. Minden emberben van jó. És ez a jó különösen akkor, hogyha érzik a szeretetet, hiszen mindenki sugárol rá, és mindenki szívesen kapja, akkor talán szívesen is kapja. Motoros Mikulásoktól volt hangos szombat délután Székesfehérvár. Egy régi hagyományt élesztettek fel a civilek azzal, hogy felvonult a város motoros közössége. A télapó ruhába bújt vadmotorosok nem csak jól érezték magukat, jó cél érdekében pattantak fel járgányaikra. Jótékonysági akció volt ugyanis a motoros felvonulás. A résztvevők az ezredéves iskola kisdiákjainak gyűjtöttek ajándékokat és készpénzt, amit majd élményekre válthatnak. A megmozduláson nagyjából 100-an vettek részt. Szerintem most már karcoljuk a 100 fő résztvevőt, hát majd meg kell nézni a felvételeken, úgy gondolom, hogy nagyon látványos lesz a sok Mikulás ruhába beöltözött motoros. Az adomány az élményre szeretnénk, hogyha az iskola felhasználná. Fogyatékossággal élőként személy szerint is azt gondolom, hogy a legfontosabbak az élmények, hogy minél több kirándulás, mozizás, kalandban részesüljenek a fogyatékossággal élő fiatalok. Közeledik karácsony ünnepe. Az ajándékokra sokan gondolnak már előre, nem mindegy azonban, hogy mivel készülünk. Sokan a vásárolt tárgyak, használati eszközök, ruhaneműk helyett kézzel készített ajándékokat terveznek, és meg is valósítják azokat. Kreatív műhelyekben lehetőség van erre. Szombaton a Manyi műhelyben 11-en szorgoskodtak, hogy egy karácsonyi manót alkossanak filcből, szörméből, ollóval, cérnával, ragasztóval. A műhelyvezető azt mondja, egyre többen választják a kézzel, saját maguk által készített ajándékokat a fa alá. Ezt gondolom hivatásomnak, hogy megtanítsam a gyerekeket arra, hogy nem mindig vásárolt ajándékot adjanak. Volt olyan kislány, aki például szarvast készített nálam, és akkor csinált 5-6-ot, és akkor a tanárainak egy csoki mellett azt adta át. Tehát, hogy valamit magunkból is adjunk, és a szeretetben legyen.